Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hármas kapcsolat, amikor egy kígyó, illetve egy nő ott van a háttérben. Itt ez a három kártya utal erre a hölgyre, az ő jelenlegi helyzetére. Itt ez a kereszt azt jelenti, hogy ő most elérkezett a sors útján ehhez a kereszteződéshez, és átgondol mindent, hogyan tovább. Itt ez a kereszt arra utal, hogy ez a hölgy elérkezett a sors útján ehhez a kereszteződéshez, és mindent átgondol, hogyan tovább, melyik irányba kellene tekintenie. Ő hamarosan kap egy levelet, és ennek a levélnek, vagy ennek a szerződésnek nagyon nagy hatása lesz erre a nőre, mert kihat a sors útjára, hiszen ez a kereszt jelenti azt is, amikor a sors utak kereszteződnek. Itt barátságokról, vagy a baráti körről van szó. Amennyiben ez a levél egy szerződésre utal, akkor az nagyon barátságos, tehát egy előnyös szerződés számára. Még mindig ennél a kígyónál, illetve ennél a hölgynél maradunk, és megtekintjük a gondolatait, a terveit. Itt ezen a képen a kelyhek láthatóak, tehát érzelmekről van szó, és ez a vágya, ez a reménye, ez a gondolata, a terve egy boldog párkapcsolatban élni mély érzelmekkel. Keresi a harmóniát, a szerencsét a szerelmi élet területén. És most megtekintjük az érzelmi világát. Itt látható, hogy ez a hölgy egy más irányba tekint, keres új kapcsolatokat. Ez lehet egy új kezdet, egy új szerelem nála, és ez a levél lehet egy szerelmes levél is. Amit ez a kép még közöl, nem csak az új irány, hanem tervezi a jövőjét hosszú távon. Most megtekintjük a te lelki társadnak a jelenlegi helyzetét. Valami miatt nagyon fogva érzi magát, és ki akar lépni ebből a helyzetből, ebből a kapcsolatból, vagy át akarja tenni magát a félelmeken. Itt lesznek változások, és kimutatja az élet erejét. Valamit lezár, és ha így van, akkor megvan köztetek a lehetőség arra, hogy legyen egy új kezdet. Hogy gondol ez a férfi erre a hölgyre, ott a háttérben? Ez a kép hasonló ehhez, tehát fogva érzi magát ebben a kapcsolatban, és ezt leszeretné zárni, meg lesz hozzá az ereje, megteszi ezeket a lépéseket. De még itt vannak korlátozások, bizonytalanságok, félelmek. És most megnézzük az ő érzelmeit. Ő bízik a sorsban, és tudja, hogy ez a sorskerék most más irányba fordul, és lesznek hamarosan sorsdöntő változások. Hogy gondol rád? Itt ez a fiatal fiú a kezében tartja ezt a kardot, és annak van egy szimbolikus jelentése. Elvágja a félelmeket, elvágja a múltat, tehát itt lesz egy új kezdet.
Azon kívül utal ez a kártya a levegő elemére, az jelenti a felszabadulást és a könnyűséget. Azon kívül a levegő eleme szimbolizálja a kommunikációt, tehát ő keresi a kapcsolatot veled, mert szeretne veled beszélni. Talán a sors utatokról, hiszen itt a sorskerék is egy nagy szerepet játszik. Most megtekintjük a te jelenlegi helyzetedet. Itt a napfény utal az energia mezőre. Megvan most ez a kisugárzásod, megvan a vonzalom kettőtök között, azon kívül a nap jelenti a sikert és a valóságot is, tehát kiderül az igazság. Amit ez a fa itt jelent, végre odaérkezni az élet utatokon, ahol megvan a biztonság érzete. Amikor úgy gondoljátok, igen, itt most le tudok gyökerezni. És ez a hajó szimbolizálja a reményt, tehát megvan arra a remény, hogy itt legyen egy tartós párkapcsolat. Azon kívül ez a hajó utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra, az lehet egy közös nyaralás is. Augusztus végén, szeptember elején, hiszen ezt szimbolizálják a kártyák. Azon kívül ez a hajó utalhat egy belső útra is, kihat a szerelemre, mert akkor itt egy kármikus kapcsolatról van szó, egy lelki kapcsolatról, mély érzelmekről, és egymásra találtatok, ahol le tudtok gyökerezni, és itt megvan a vonzalom kettőtök között. És most megnézzük a te gondolataidat, terveidet. Ezen a képen látható egy uralkodó. Az jelentheti azt, hogy valaki uralkodik feletted, vagy megpróbál uralkodni, és parancsolgat neked. Akkor ezt le kellene zárni, vagy nemet mondani. De azt is jelentheti, hogy te uralkodsz most a gondolataid felett, az érzelmeid felett, a helyzet felett, az életed felett, tehát megvan most ez a büszke tartásod. És most megtekintjük a te érzelmeidet. Itt nyílik egy ajtó, lesz egy kellemes meglepetés, vagy valaki meglátogat téged, de ez nagyon örömteli lesz számodra. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!